történt velem egy baleset, szétkaszaboltam a tenyeremet, de sajnos műteni kellett, mert idegeket inakat vagdaltam szét benne. Magyar Népzenét rádióban. Értem. Hogy? És annyira sokan kérték a százszorolaj méget a rádiókban, hogy nem bírták a nyomást tartani. Magyarország legjátszottabb dala lett a százszorolaj még. Valahogy bennem sosem volt az, hogy mekkora sztár vagyok. Tehát egy hiba, és nem kell lesz többet. Egyikünk sem volt ilyen needy, hogy jaj, nekem most kell valaki, meg izé. A Tomi az így összecsuklott, és elkezdett zokogni. Ember, mondom, 10 perc van a színpad. És így lefagytak, hogy Jézusom, te vagy a Péter Szomszéd. Úristen, te mit csinálsz itt? Sziasztok! Sziasztok! Itt az Ilyenek voltunk, ahol a 80-as, 90-es és 2000-es évek sztárjaival beszélgetünk. A Nox egy 2002-től működő magyar zenei együttes, hagyományos népzene ötvözte modern elemekkel. Az együttes 8 lemezt tudhat magáinak. A formációnak végig tagja volt Nagy Tamás is. Ő végül 2009 őszén búcsúzott az együttestől, hogy több időt szentelhessen családjának. 13 év után 2022-ben egy teltházas Budapest Sportarénás koncerttel tért vissza a jól ismert formáció. Ebből az alkalomból új lemez is készült Phoenix címmel. Hogy mi van most a Nox-szal? Elmondja nekünk mai vendégünk, aki nem más, mint Péter Szabó Szilvia. Na hát, szia Szilvi, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Sziasztok, én nagyon vártam ezt a mai napot. Mi is nagyon vártuk, képzeld el. Egy olyan témával indítanék egyből, ami azért visszarepít minket az időbe, mert a Nox énekesnőjeként egy nagyon magabiztos, de mindig egy kicsit talán visszafogottabb nőnek tűntél. De úgy tudom, hogy fiatal korodban azért elég vadóc voltál az iskolában is, és te kifejezetten punk zenét hallgattál, ez így volt? Azt is. Ez milyen volt az időszak? Igazából az az érdekes velem kapcsolatban, hogy ugye én 19 évesen költöztem fel Budapestre, akkor indult a Nox. Veszélyes és, kor. Abszolút. És én előtte abszolút, ahogy mondod, egy ilyen lázadó, mindent is szerettem bulizni, iszonyatosan sok barátom volt, és van is a mai napig. És aztán elindult a Nox, és annyira nagy volumenben kezdtünk el dolgozni, hogy csak munka. És az azért ad az emberbe egy olyan tartást, meg egy olyan történetet, hogy azért már mindenki látja, hogy mit csinálsz, mindenki látja, hogy csinálod, és nagyon-nagyon fontos volt magához, a Nox imidzséhez is, a saját személyiségemhez is az, hogy azért úgy szépen terelgetve kellett. Meg egy picit talán vissza is kellett fogni magad most így abból, ítélve, amit mondtál. Igen, talán. Azt hiszem, hogy azért az elmúlt 10 évben ez így kezd visszatérni bennem. Ezt a koncepciót, hogy magyar népzene, pop elemekkel vegyítve, a te hangod mennyire passzol hozzá, ez akkor már így ötletként a producerekben megfogalmazódott, és te tetted teljessé a képet, vagy ezt teljesen együtt találtátok ki, hogy ezen a vonalon kéne elindulni? Is. Tehát volt egy alapkoncepció. Nekik már volt egy tervük. Volt egy minimál alapkoncepció, ami aztán a végére teljesen átformálódott. Egyébként az volt a munkacíme a produkciónak, majdnem az lett a nevünk, hogy Péter és a Farkasok, ugye Prokofjev kapcsán. Hála Istennek nem az és, lett. Hála Istennek nem az lett. És ahogy én megjelentem a képbe és elkezdtünk dolgozni, úgy magától elkezdett körvonalazódni az, hogy ez milyen legyen, ugye nyilván az én személyiségemtől, és ugye a színpadi látványunk, világunk, mondani valunk, minden ugye ahhoz kapcsolódik, amilyen én is vagyok, és minden közös ötlet volt, és minden közös kreálmány. Ugye akkor még senki nem jut hozzá a magyar népzenéhez. Tehát azóta minden stílusban megjelenik a hegedű, a minden is, de hogy akkor még senki nem merte ezt ilyen formán felvállalni, és mi azért úgy megvívtuk a csatát a rádiókkal is, hogy igenis attól, hogy van benne magyar népzene, az lehet populáris. Azt hogy élted meg egyrészt, és milyen volt a fogadtatása a Noxnak, amikor ezzel a nagyon egyedi zenei stílussal elindultatok? Hát ez nagyon vicces volt, mert amikor elkezdtük ezt az egészet, hogy felmentünk a színpadra,
színpadra, Hey Dunáról fúj a szél, Hey Jancsika, stb. Ugye ilyen nagyon hard pop-rockos alappal, igen. Kicsit ilyen világzenei stílusba hajlóan, és így ültek az emberek, és így néztek, hogy ez mi? Mi van? Ez így nem akart nekik így tudni, hogy összeállni az egész, de aztán a végre mindig, úristen, ez milyen új, úristen, ez milyen friss. Én azt mondanám, hogy abszolút annak a kornak a zenei innovátorai voltunk, hogyha ezt lehet így mondani. És ugye az első az népdalok voltak, ugye iskolás népdalok, a másodikban már szerepet kapott ugye a Százszor elej még, és amikor az kijött, első körben az akkori Danubius rádióban mondta a főszerkesztő, csak a testén át. Tehát, hogy nem vagyunk Danubius kompatibilisek, és biztos, hogy soha. Mi volt a magyarázat, hogy mi ez a gond? Ez a magyar népzenét rádióban. Értem. Hogy? Ma már elképzelhetetlen nélküle. És képzeljétek el, hogy ugye akkor nagyon mentek ezek a betelefonálós kívánságműsorok, és annyira sokan kérték, mert mi ugye mentünk körbe az országhatáron túl fellépegetni, és annyira sokan kérték a Százszor elej méget a rádiókban, hogy nem bírták a nyomást tartani, és a Csak a testemen át után két hónappal Magyarország legjátszottabb dala lett a Százszor elej még. Akkori magas rotáció az napi 9 volt, azt hiszem, amennyiszer lejátszották, és legmagasabb rotációban ment több mint fél évig, úgyhogy olyan nagy sláger lett a Százszor elej még, hogy onnantól kezdve mindenki mindenhova minket akart, és mi ekkor írtunk 2004-et, és abban az évben közel 400 bulit csináltunk meg. Ez mekkora elégtétel volt? Elégtétel mire? Hát, hogy kezdetben le akartak tiltani titeket a rádióból, és ez lett a vége. Igazából nagyon jó érzés volt, nagyon dagadtam el ilyen, hogy már pedig akkor is átment, és megcsináltuk. És hát isteni érzés volt, hogy megszólalt az elején a tekerőlant, és mindenki elkezdett sikítani. Utána nyilván követte a Forogvilág, Szeretem, tehát azok a dalok, amik... mind platina lemezek is lettek aztán. Dupla platinák, igen. Képzeld, hogy hallottam olyat, hogy 10 fellépést nyomtatok le egy nap. Gondolkoztunk itt rajta, mielőtt megérkeztél, hogy ezt hogyan lehet kivitelezni, és nem jöttünk rá, úgyhogy segíts kérlek, hogy ez mégis hogy zajlott? Hát ez úgy történt, hogy elindultunk reggel 7-kor, és hazaértünk másnap reggel 5-kor. És voltak ilyen matiné műsorok is, ahol mondták, hogy nem baj, hogy nem érünk rá később, de muszáj, hogy ott legyünk, akkor menjünk reggel 9-re, és akkor majd úgy, és akkor is tele volt. Reggel 9-kor. De mit csináltatok reggel 9-kor? Tehát egy komplet koncertet nem tudtok lenyomni ott. Hát akkoriban igazából kis műsorokkal mentünk, ilyen fél órás, 40 perces kis műsorokkal, mert akkor még a nagy zenekaros formációja a történetnek nem volt összerakva, és... ugye zene jött alapról, én ráénekeltem, meg ugye széttáncoltuk az egészet, és imádták, hogy milyen látványos, és mennyire más, mint amit az akkor nagyon futó előadók csináltak a színpadon. És akkor ugye a 2004-es év második felében jött az, hogy most már muszáj megcsinálnunk a nagy zenekart, mert hogy ez úristen, és az Európai Unió csatlakozás napján volt az első élő Nox koncert. Azt kívánom neked, hogy tényleg volt olyan, hogy helikopterrel vittek el az egyik helyről a másikra? Ez meg úgy történt, képzeljétek el, hogy nagy koncertünk volt, azt hiszem Szlovákiában, a határtól nem messze, és mindeközben azon a napon volt a Bravótó díjátadó gála Siófokon. És hát mondták ott a díjátadón, hogy nem lehet, hogy nem megyünk el, tehát nem lehet, hogy nem vesszük át, mert annyira torony magasan, és annyira hú meg ha. És mondtuk nekik, hogy de muszáj odaérnünk a beállásra, és kocsival ki van zárva. És mondták, hogy jó, nem baj, akkor intézzük el máshogy, segítenek benne, satara-tatara, és akkor az lett a megoldás, hogy átvettük Siófokon a színpadon a díjat, onnan autó 200 km/h reptér, felültünk egy helikopterre, tettünk egy kört a szép fölött, a díjátadó fölött, a Csíófoknál, és akkor elrepültünk a szlovák határig, ott egy szántóföldön leszálltunk, ami nagyon mókás volt, mert a bácsika dolgozott a szántóföldjén, és egyszer csak megjelent egy helikopter, ami leszállt a földjén. Egészen szürreális. És akkor oda
Szlovákiából egy engedéllyel gyorsan hajtó autóversenyzőt küldtek ki értünk, aki engedéllyel, rendőri engedéllyel vitt bennünket a koncertre, úgyhogy koncert előtt 3-4 órával beestünk, átöltöztünk és szippantunk. Mennyire bírtak veled akkor? Ugye mondtuk, hogy elég vad voltál, és hogy amikor feljöttél, akkor kellett egy kicsit így megszeridülnöd. Mennyire tudtál belemenni abba, hogy ez lesz az utad, és ez lesz a produkció, amiben te részt veszel, úgyhogy korábban sokkal keményebb zenéket hallgattál, talán játszottál is? Én nagyon szerettem régen is a magyar népzenét. Én nagyon-nagyon sok népdalt és népi elemekkel tűzdelt történetet hallgattam, néptáncoltam hosszú évekig végig az iskolában, úgyhogy azért ez nem állt tőlem messze semennyire. Nyilván mellette mindenevő voltam, mint általában a tinédzserek, és nagyon szerettem lázadni a célbetétes bakancs, fekete körmök, lánc az oldalamon, mindig fekete ballonkabát. Úgyhogy voltak azért ilyenek, és amikor felkerültem, a legélesebb emlékem ezzel kapcsolatban, hogy konkrétan a kérdésedre válaszoljak, hogy mindig megkaptam, hogy nőjek fel a feladathoz. Aha. És nehéz volt igazából, hogy ott 19 évesen így kukába kellett dobni azt, ami egyébként jött volna életkorilag, aminek jönnie kellett volna tényleg, hogy megismerd a világot, nagyon sokat barátkozz, nagyon sokat bulizzál, lássál dolgokat, hanem annyira koncentráltan csak a munka volt, és nagyon profinak kellett lenni mindig, mindenhol, túlzottan is, hogy nekem ezek a dolgok így kimaradtak. Sajnálod utólag, hogy ezek a dolgok kimaradtak az életedből? Egy nagyon picit igen, de közben meg azért nem, mert pont a férjem mondta tegnap este, hogy milyen profi előadónak tart, és hogy így az interjúra, amikor beszélgettük, hogy jövök ide hozzátok, és hogy talán ez az időszak akkor nehezebbnek tűnt, mint egy átlag korabeli gyereknek, vagy tinédzsernek, viszont ennek köszönhető az, hogy azért 22 év alatt olyan tapasztalatokra és olyan dolgokra tettem szert, amire lehet, hogy amúgy nem tettem volna. Nekem van egy kedvenc időszakom veletek kapcsolatban, aztán lehet, hogy ti ezt tök máshogy éltétek meg, de én emlékszem, hogy 98 és 2005 között nem volt Eurovízió Magyarország, és aztán titeket kiküldtek, vagy ti kijutottatok. Igen. 2005-ben, és én baromi jól éltem meg azt, hogy ti ott voltatok, és lehetett nektek szurkolni. De ez gondolom egy nagyon más élmény volt ezekkel az ekte magyar dalokkal, a külföldi közönségnek az egész világ előtt. Ez milyen érzés volt? Ezt mennyire szerették kint, mennyire szurkoltak itthon? Volt-e kritika? Milyen volt itt a fogadtatás? Igazából ez egy nagyon-nagyon érdekes két hét volt. Életemben nem találkoztam olyan profizmussal élőben, mint ami ott fogadott bennünket. Olyan technikával dolgoztak, ami Magyarországon akkor még egyáltalán nem volt, olyan kamerákkal, olyan színpadtechnikával, tényleg kacsalábon forgott az egész, úgy, ahogy volt. És iszonyatosan sokat próbáltunk, rengeteg sajtótájékoztató volt. Tehát tényleg, amikor így oda mentünk, így azt éreztük, hogy Jézusom, világsztárok vagyunk. És amellett volt egy iszonyatosan nagy nyomás rajtunk. Minden oldalról gyakorlatilag. A William Hill fogadóiroda, ami ugye akkor Anglia egyik legnagyobb fogadóirodája volt, nyilván az Eurovízióra is mindig lehet voksolni, és azt hozták ki, amikor lezárták az Eurovíziós szavazást, hogy Görögország-Magyarország 50-50, hogy melyikünk lesz az első. És hát a görög lány nyert, mert amikor ment a pontozás, azért egyértelműen kiderült, hogy azért a politika itt is nagyon csúnyán belejátszott a történetbe, hogy melyik ország kivel, hogy áll politikailag. Ez azóta is jellemző egyébként. Így van, ez azóta is így van. De egy fantasztikus élmény volt. Tehát tényleg egy olyan pluszt adott amellett, hogy amikor vége lett, akkor ilyen zokogásban törtem ki, és lejött rólunk egy ilyen nagyon, nagyon durva teher, meg az, hogy tudni azt, hogy 150 millió ember nézi élőben azt, amit csinálsz, azért az is egy ilyen plusz történet rajta, de én nagyon szerettem, és nagyon jó érzés volt ennyi év után Magyarországot képviselni. Ami a nehézsége volt a történetnek, hogy ragaszkodtunk nagyon ahhoz, hogy magyarul énekeljünk. Nyilván amiatt, hogy ugye a magyarságot képviseli eleve a zenénk, hagyományainkat, stb. Viszont olyan szempontból hiba volt, és lehet, hogy ha újra mennénk, akkor elgondolkodnék rajta, hogy angolul kellene, hogy nem értették, hogy miről szólunk. Annak idején szétment a zenekar. Igen.
Ez miért? Miért történt, és ezt hogy fogadtátok akkor, hogy vége van ennek a történetnek? Hát igazából mielőtt úgy ténylegesen 2009, csendben talán. Maradtunk, igen, 2009, ott 2008-ban a Tomi családi okokra hivatkozva kiszállt ebből a történetből, ott ugye egyedül maradtam. Az már eleve egy ilyen kicsit furább sztori volt a számomra, tehát hogy nagyon, nagyon egyedül éreztem magam a színpadon. De nem volt gond, mert mentünk és csináltuk és folytattuk. Utána nyilván jött ez a történet az életembe, hogy mint nő is egyedül maradtam. És azt éreztem, amikor színpadra mentem, ott volt egy jó pár koncert ezután még, hogy a negyedét sem tudom adni a közönségnek abból, ami egyébként bennem van, és amit egyébként eddig adtam. Annak ellenére, hogy ez nagy valószínűséggel nekik nem jött át, én azt éreztem, hogy becsapom őket. Uh-huh. Azt éreztem, hogy ez így nem fair. És amikor úgy teljesen kikristályosodott bennem az, hogy nekem össze kell kaparni magamat, mert ez így nem jó, és eldöntöttem, hogy elmegyek Ausztráliába, akkor úgy voltam vele, hogy ha megtalálom újra azt a fényt, amit neki tudok adni a közönségnek, akkor vissza fogok állni a színpadra, mert akkor még van dolgom a színpadon. Uh-huh. Ha viszont nem, akkor majd fehér hajjal, a kandalló előtt egy hint a székben elmesélem az unokáimnak. Úgy egyébként a nagyi egykor egy nagyon-nagyon kedvelt és nagy sztár volt Magyarországon, de hála jó Istennek az égieknek volt még velem terve, és pillanatok alatt visszaraktak a színpadra. November, november, november lángolj, november, november, november táncolj. Ugye volt a Nox menedzsmentje, voltam én, egy ideig együtt voltam a Nox producerével, mi egy párt alkottunk, és akkor ő egyik napról a másikra úgy döntött, hogy ezt így. Az, hogy miért viselt meg nagyon, abban most nem mennék bele, mert az nagyon magán dolog, meg ennyire azért nem szeretem kiadni magam. Annyi a lényeg, amit tudni lehet ebből az egészből, hogy nem azért menekültem el, mert simán csak volt egy szerelmi csalódásom. Ezen is sokkal több volt, és sokkal mélyebb és sokrétűbb. Nagyon sok mindenkitől kaptam meg akkoriban ilyen kedves kommentekben, hogy jaj, most még kellett a világ másik végére szaladni, mást is hagytak már el, meg drrrr. Uh-huh. Ez nem egészen így történt, tehát én el lettem hagyva, de nem lettem elengedve. És egy kicsit ez egy ilyen menekülés, egy ilyen leszakadás, leszakadás volt, mert éreztem, hogy nem lesz jó vége, hogyha nem megyek el. Leszakadás ebből a kapcsolatból? Igen, ettől az embertől. Igen, igen. Aha. És jobb lett, miután elmentél? Igazából Ausztrália olyan, mint egy szanatórium. Nagyon jó. Voltatok már? Nem. Nem voltatok, menjetek el, nagyon jó. Annyira más világ, hogy ez valami döbbenetes. Tényleg, az emberek állandóan mosolyognak, süt a nap, 10 hónapig van nyár, minden gyönyörű és nagy, és virágillata van a levegőnek, és tényleg, amikor már kőkeményen hétköznapokban is jártam dolgozni az iskola mellett, és rendes dolgozó nő életét éltem, akkor is egy kicsit olyan érzés volt, mintha folyamatosan nyaralnék. Úgyhogy nagyon sokat segített, és nagyon sokat adott. Voltak nehézségei, ami szintén én úgy gondolom, hogy rengeteget adott hozzá a személyiségemhez, az előadó művészetemhez, meg úgy mindenhez, úgyhogy egy másodpercét sem bánom annak az időszaknak sem. Te miből éltél ott? Mert azért így magyar fejjel nehéz elképzelni téged, hogy minden nap bejársz dolgozni, és megvan egy ilyen szintű rutinod. Hát érdekes volt, mert én sztahanoista vagyok nagyon. Uh-huh. Tehát én már 14 évesen dolgoztam, hiába mondták a szüleim, de minek? Jaj, mert mondom, kevés, és pénz, nem akarok vásárolgatni, stb. Úgyhogy én kertészetben dolgoztam már 14 évesen a falu szélében. Sose vetettem meg a munkát, tehát nekem nem csúszik le az ujjamról a gyűrű, hogyha én szeretnék megvenni magamnak valamit, vagy nem tudom én. De és amikor elmentem Ausztráliába, nyilván egy minimális kis összekuporgatott pénzem volt, amiből pár hónapig úgy elvoltam kint, meg ugye nem volt olcsó maga a sem. Egyébként kicsit így a kérdésből kitérve, hogy aki ugye itthon ennyire menő előadó, és egy ilyen neve zenekarban van, hogy tulajdonképpen azért egy elég kis összeggel tud kimenni külföldre. Ez hogy jön össze? Hát ezt ne feszegessük szerintem ezt a történetet, szerintem sok mindenkinek van elképzelése róla, hogy hogyan tud így. De mit csináltál vele Ausztráliában? Hát én Ausztráliában iskolába jártam első körben, mert tanulóvízummal voltam ott, és kötelező volt. Én mellette, mivel ugye a suli tartott, nem tudom, én nem akarok butaságot mondani, délután 2-3-ig, nyilván csak olyan helyre tudtam elmenni dolgozni, ahol akkor indul be az élet, ami egy belga étterem volt. Aztán ott történt velem egy baleset, és
hátul dolgoztunk a kinti bárnál, volt egy 6-7 vendég a helyen, és elkezdett szakadni az eső. És akkor poénból így mondta az egyik kollégám, hogy do you want to grab the glasses? Hogy kimegyünk, összekapjuk a poharakat? És akkor azt hittem, hogy hülyéskedik. És ő megindult kifelé a szakadó esőbe. És akkor érzeltem, hogy úristen, engem ki fognak rúgni, ha most ott meglátják, hogy én azt hiszem, hogy vajból vagyok, és elolvadok a víztől. És kimentem utána segíteni neki, és hűvös volt még, és fűtőgombák voltak kint, úgyhogy én 6 pohárral a kezemben sikeresen hasra estem az egyik ilyen gombának a kerekében, és így feltöröltem vele a padlót a törött szilánkokkal, úgyhogy szétkaszaboltam a tenyeremet, és ez sajnos műteni kellett, mert idegeket inakat vagdaltam szét benne. Úgyhogy elég hosszú időre így a kezem az kiment a forgalomból. Mellette modellkedtem, egy nagyon nagy brisbane-i modellügynökségnek voltam a szerződött modellje. Mondtad itt, hogy ahhoz, hogy újrainduljatok, neked kellett valamilyen külső behatás, vagy ahogy fogalmaztál, valamilyen fény, ami miatt visszaállj a színpadra. Ez mi volt? Jimmy Choo-nál dolgoztam, és az egyik ebédszünetben mentem le a locker area-ba, ahol a ott dolgozóknak voltak a szekrényei, és volt egy ilyen, mint ez az asztal egy akkora tévé, amin egy Justin Timberlake koncert ment. Hú. És én a 3-4 órás ebédszünetemből 40 percet töltöttem így lefagyva a tévé előtt, és ott valami bekapcsolt. És akkor kiviharoztam egy kávéra, gyorsan felhívtam a barátnőmet, és mondtam neki, hogy figyelj, mondom, azt hiszem itt az idő, szerintem készen állok, és most vissza akarok menni, és jaj, de jó lesz. És képzeljétek el, hogy jött fel a lépcsőn két lány, neketem magyarok voltak, és így lefagytak, hogy Jézusom, te vagy a Péter Szabolcs, úristen, te mit csinálsz itt? És akkor így elkezdtünk beszélgetni, és mint kiderült, az ott dolgozó magyar fodrászlány vendége, aki ugye szintén magyar volt, ő ismert egy ottani születésű egy angol srácot, aki egyébként előadó volt, akinek egyébként lemezkiadónál volt szerződése, akinek egyébként volt menedzsmentje, és akkor megbeszélte vele, hogy akkor találkozunk. És akkor én így készültem, hát elvittem a CD-imet megmutatni neki, hogy meg mint, meg stb. És aranyos volt, mert így leültünk, és mondta, hogy dolgoztál már stúdióban, vagy így voltak-e már valamit, és mondom, és akkor így kiemeltem a CD-ket így ezzel, és így letettem elé az asztal, és mondja, oké. Úgyhogy valahol itt indult ez a történet, nem hiszek a véletlenekben. Amikor újra összeálltatok nem tudom hány év után, le kellett nyelni a büszkeséget, hogy ti újra leüljetek és beszéltek, hogy ezt a NOX dolgot tovább viszitek, vagy nem volt köztetek konfliktus? Dehogy, soha. Nem. Uh-huh. Tomi is borzasztóan örült ennek az egésznek úgy, ahogy volt. Ugye ő az elmúlt 13 évben abszolút civil életet élt, és úgy őt is úgy vissza kellett rántani, mert én maradtam a színpadon, tehát én folyamatosan toltam, de őt azért úgy vissza kellett építeni erre, és újra rátréningelni arra, hogy mi fog történni. És nagyon cuki volt, amikor az arénában kisétáltunk az öltözőből, be a backstage-be, ugye ott tudjátok, van egy rész, ahol rálátsz a közönségre. És hát a Csilláron is emberek lógtak. Tehát olyan csurik teltház volt, és annyira durva látvány volt, hogy kijöttünk, hogy ez olyan döbbenet. És akkor így hátra mentünk, elindult a kivetítőn, úgy kezdődött az egész koncert, volt egy összevágott, ilyen visszaemlékezős kisfilmünk, ami ugye a régi interjúkból, meg a régi dolgokból volt összerakva. És amikor ez elindult, akkor az egész aréna elkezdett sikítani. És ott abban azt, tehát eleve tiszta liba bőr lettem, a Tomi az így összecsuklott, és elkezdett zokogni. És így mondtam neki, hogy ember, mondom, tisztelsz ma a színpad, hány felszedd össze magad. És akkor megöleltük egymást, így adtam neki egy kis póvert, és onnantól kezdve ilyen így ment előre. Öleg, hogy túléljem nyegét, öleg, vagy százszor öleg nyét. Hogy én így kívülről mindig azt láttam, akár a klippekben, akár bármilyen interjútban, hogy te azért visszafogott vagy, kimért is egy picit, és meggondolod azt, hogy mit mondasz, talán egy picit ez ilyen... Most is így van, igen, igen. Mondjuk kimértnek nem mondanám magam. Akkor milyen vagy te? Szerintem alapjaiban véve locsifecsi vagyok, úgy sok esetben. Ilyen biztos látatok, hogy nagyon mutogatok, meg nagyon intenzív vagyok, hogyha valamit nagyon mesélek. Az tény, hogy szeretem úgy szépen megfogalmazni, amit mondok, hogy úgy mindenkinek érthető legyen. De hogy hogyan éltem meg ezt az időszakot, igazából így visszagondolva, úgy úsztam az árral. Tehát, hogy valahogy bennem sosem volt az, hogy
mekkora sztár vagyok, úristen, és akkor tudod, így szétfolysz magadtól, hanem úgy mindig két lábban a földön jártam, uh-huh. És valahogy mindig ott volt bennem, hogy én vagyok a közönségért, és nem fordítva. Persze. Ezt nagyon igyekeztem soha nem elfelejteni, mert láttam magam körül, hogy mennyire magasról így el tudják engedni az embert. Tehát egy hiba, és nem kell lesz többet. És annyira sok visszajelzés jött az emberektől, hogy mennyire sokat kapnak a zenénkből, a személyiségünkből, a szövegeinkből, uh-huh. meg úgy mindenből, hogy azt éreztem végig, a mai napig is egyébként, hogy egyfajta ilyen misszió az, hogy egy picit az embereknek a szemét felnyitni, hogy lehetne ezt hittel, egy kicsit több mosollyal, egy kicsit több pozitív flow-val lehetne ezt másképp csinálni, és kicsit lehetne könnyebb az élet, és ez az elmúlt 22 évben végig így volt. Ez az attitűdöd, hogyha az interjúkban nem is jön át a színpadon, és a színpadi megjelenésedben abszolút, ugye neked mindig nagyon, nagyon extrém a kinézeted, vakancsokkal, ilyen trónokharca-szerű ruhákkal, és ugye tetoválásokkal is. Ezt a kinézetet, ezt hogy raktad össze, és ezt mennyire szeretik az emberek? Igazából az első pillanattól maximálisan része voltam a ruháink tervezésének. Uh-huh. Annó ugye régen, még a 13 évvel ezelőtti Knoxban, ott még annyira nem kaptam nagy teret arra, hogy ki élhessem a kreativitásomat egy csomó mindenben, de természetesen a tervezőinkkel együtt álmodtuk meg a legtöbb kreálmányt, amit hordtam a színpadon, és azóta, mióta ugye 2022. november 27-én visszaállt a Knox teljes pompájába a színpadra, azt a kollekciót azt már én terveztem, és azóta is mindent. De ezt imádom. És a bakancs az meg azért van, mert én nem vagyok hajlandó magas sarkút felvenni. Tehát én annyira utálok magas sarkúba lenni, annyira fáj benne a lábam, és annyira nem tartom igazságosnak, hogy nekünk nőknek ezt hordani kell, hogy én úgy gondolom, hogy bakancsban és tornacipőben is lehet az ember abszolút csinos és elegáns. Nyilván nálam is vannak olyan helyzetek, szituációk, helyek, ahol muszáj, egy nagy estéhez például, mint most ugye megy a csendes turnénk itt, pont ebben az időszakban, uh-huh. és ugye ott nagy estélyben vagyok, de ott is csak egy ekkora sarkú cipő az, amit magamra erőltetek. És én nagyon szeretek bakancsba lenni, mert én rengeteget rugdosodom a színpadon, ugye rengeteget kell táncolni a színpadon, ugye néptáncolni magas sarkúban az viccesen is néz neki, meg nem is nagyon lehetne, úgyhogy ez nagyon én vagyok a hétköznapokban is. Hát élőben azért egy jóval rockosabb hangzásvilágot hoztok, mint a lemezeken. Igen. Ez miattad van? Hogy azért melléd állnak ott a gitárokkal, minden, elég keményen. Mindenki imádja ezt, és tényleg az van, hogyha valaki eljön egy élő nagy koncertre, akkor így leszoktak döbbenni, hogy azt a mindenit. Tehát például, amikor tavaly lement a Phoenix turnénk, és ugye megint mentünk Debrecen, Phoenix csarnok, ugye ott volt annó a legfényesebb ragyogása a ragyogás turnénknak, és megint egy hatalmas nagy koncertet adtunk, és a debreceni vezető lap egy olyan címmel hozta le a koncertünket, hogy nem bekopogtunk a Phoenix ajtaján, hanem berúgtuk, és hogy etno hard rockra bulizott egész Debrecen. Jaj, de nagyon jó volt! Hogyan jut időd emellett a magánéletre? Azért édesanyja vagy, kapcsolatban élsz. Hogy jut időd arra, hogy minőségi időt tölts a szeretteiddel? Én úgy gondolom, hogy az embernek mindig arra van ideje, amire szeretné. És iszonyatosan sok időt töltünk a kislányunkkal, nagyon-nagyon sokat beszélgetünk, tanulunk együtt, szertornázik, hozom-viszem mindenre, amit csak szeretne, és nagyon odafigyelünk arra, hogy akármikor van egy kis szabad szombat, szabad hétvége, akkor menjünk el együtt, kiránduljunk, oldjuk meg azt, hogy együtt vagyunk. Nyilván, amikor felkészülési időszak van, akkor ez egy kicsit nehezebb, mert akkor ugye hétközben is sokat dolgozunk, most ugye Budapest Parkra készülünk, igen. ami nyár közepén lesz, és nagyon-nagyon várom, mert az első parkos bulink lesz, és hát picivel férnek csak be kevesebben, mint az arénába, tehát egy elég nagy vállalás, de egy fantasztikus showval készülünk oda is, amihez iszonyú sok meló van. Tehát egyrésztről nekem a ruhatervezés, azoknak a legyártása, hogy az megint egy exkluzív valami legyen, egy gyönyörű valami legyen, vadonatúj koreográfiák, vadonatúj látvány, úgyhogy sok munka lesz vele, de ahova csak tud jön velem az Emma, és... És milyen szeretném. A kapcsolatotok egyébként? Kivel? A lányoddal. Jaj, fantasztikus! Nagyon, nagyon tényleg egy ilyen nagyon varázslatos kapcsolat van köztünk, és hogy olyan érett és olyan... különleges személyiség, hogy sokszor csak döntenek rajta.
Sok mindenben igen, szerencsére sok mindenben nem, de nagyon cuki. Olyan összezárás van köztünk hármunk között, olyan szépen meg vagyunk, és annyit szoktunk hülyéskedni, beszélgetni, meg minden egyebet is, hogy na, imádom. Ti a pároddal hogy jöttetek össze? Hát az érdekes volt, mert ő se akart párkapcsolatot, meg én sem. Ja, hát ez mindig nagyon érdekes szokott lenni. Tehát, hogy pont amikor mielőtt összejöttünk, én akkor jutottam el arra a pontra, hogy hát köszönöm szépen, én nem szeretnék párkapcsolatot. Végre életemben először nem vagyok magányos, amikor egyedül vagyok. Elkezdtem spanyolul tanulni, elkezdtem grafikus tanfolyamra járni. Tényleg nagyon szuper jól voltam, és akkor elmentünk egy házi buliba, ahol ő is ott volt, nem is tudtam egyébként, hogy a Völgyesi Gabinak van öccse, és akkor hát így belettek. Ez egy ilyen sztárbuli volt, ahova így... Igen, ez egy zenekaros történet, és akkor ő is ott volt, mi is elmentünk a barátnőmmel, aki akkor a Universalnál dolgozott egyébként, és akkor ott úgy nagyon szimpatikusak lettünk egymásnak, utána elmentünk randizni, meg nem tudom, és talán abból kifolyólag, hogy egyikünk sem volt ilyen needy, hogy jaj, nekem most kell valaki, meg izé. Ezért annyira magunkat adtuk mind a ketten, így a szintiszta igazságot, hogy a valóságba szerettünk bele mind a ketten. És nem egy felvett, jaj, Istenem, most jól áll a hajam, jaj, most mit mondok, jaj, nehogy rosszat vagy. Tehát, hogy ilyen nagyon, nagyon őszinte volt az első pillanattól, és az érdekes, hogy nem beszéltünk meg semmit. Se az, hogy összeköltözünk, se az, hogy gyerekünk legyen, semmit az ég egyet a világon. Tudod, csak mit nem jött? Találtam az Instagramodon, mert én végignéztem, mielőtt jöttem, esküvői fotókat. Ez azért... ilyen titkos volt, vagy volt egyáltalán? Vagy ez mi történt? Igazából jegyben járunk, de nem házasodtunk. Aha, mégis a férjedként hivatkoztál rá. Igen, itt a férjedként hivatkoztál rá. Igen, mert sokkal egyszerűbb azt mondani, mint a párom, annyira utálom ezt, hogy a párom, vagy igen, a pasim. Igen. Tehát gyerekem van tőle, tehát már nem akkor a pasim. Inkább már a férjednek hívott. Igen, és sokkal egyszerűbb úgy mondani, hogy a férjem. De akkor lesz még lagzi. Tervezzük, igen. Tervezitek? Igen. És a kislányod, ő várja, vagy ő készül arra, hogy a szülők összeházasodjanak? Csak azért, hogy szép ruhát vessen fel. Teljesen érthető, igazából több kérdésem nincs is, ez a legfontosabb. Petra ezt átérzi. Igen, egyébként teljes mértékben. Gondolkoztatok azon esetleg, hogy bővüljön még a család, vagy egy kislánnyal így tökéletes a harmónia közöttetek? Ja, igazság szerint én 42 éves leszek. Mm. Tehát, hogy kicsit későn jött az életembe a nagy ő, akinek azt mondtam, hogy akkor gyermeket vállalnék. Hogyha az égiek úgy akarnák, és jönne, akkor nyilván igen, de most azért elég sok minden más van fókuszban. Nem vagyok ellene, ha most csúnyán mondva becsúszna, most mondtam valamit. Igen. Tehát, hogyha tényleg úgy alakulna, akkor minden további nélkül megtartanánk, de most azért nagyon sok mindenre készülünk, tehát most nem ez van fókuszban, hogy én kiofoljam magam. Most jött vissza a Nox, parkra készülünk, nagyon sok másra is készülünk, úristen, nagyon jó dolgokra. Azok majd még így folyamatban vannak, úgyhogy majd ha megtörténnek, akkor majd jövök meg én. Lesz valami ilyen plusz extra, amit még nem láthatunk a Noxtól? Lesz egy olyan plusz extra, amit még magyar előadó nem használt technikában. Úgyhogy ez ott fog debütálni a Budapest Parkban majd. Nem volt egyszerű beszerezni, de csodálatosan szép dolgokat lehet vele csinálni, és hát természetesen a show is vadonatúj lesz, mert azért hát a parkban mindig valami extrát ki szokott mindenki Persze. találni, hát ez nálunk is így lesz. És addig is meg ugye megy a Csendes 2 felvonásos turnénk, amiben azért vagyok szerelmes, mert ugye sok-sok évvel ezelőtt nekünk volt a Művészetek Palotájában egy csendes akusztikus koncertünk, és ez gyakorlatilag annak a második felvonása, és az pedig teljesen más hangulat, egy sokkal letisztultabb, sokkal csendesebb, nem rokkos történet, úgyhogy sok helyen leszünk, hál' Istennek. Hát sok sikert kívánok neked a Budapest Parkhoz, vagyis nagyon nektek. Legyen telt ház. Remélem, ott leszek. Vagyok benne. Ott ezek leszünk. Után biztos. Igen, ezt meghívásnak vettük, úgyhogy ott leszünk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Nektek is köszönjük, hogy velünk tartottatok. Hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek minket Instagramon, és természetesen a TikTokon is. Sziasztok! Sziasztok! Ugye 25 év alatt azért van lent, meg van fönt. Ugye leültünk a kiadóval, ugye abban az időben ez tök normális volt. Hogy ne haragudjanak, de mi éppen minden egyes másodpercben, amikor ilyet csinálunk, fuldoklunk. Ugye 15 év rasztaság után én elkezdtem így bontogatni egyet, nem unatkoztam kicsit se. Nem vagyok tökéletes.
És így meglepődtem azon, hogy az emberek milyen rettentően kritikusak. Mert ez mi csinált már megint itt az apunkó? És nem azért, mert nem érdekel, vagy érdekel, vagy sírok a sarokban, hogy jaj, Úristen, mit mondok rólam, nem tudom kicsoda. Én nincs ilyen feszkó, meg ilyen, mert ez mi csinálta. Adtunk egymásnak kimenőt. Mindig fontos volt az, hogy a fellépés az első, mert ugye, hogyha az egyikünk nem jön el, akkor az összes többi nem fog tudni menni. Pontosan ez a Hakni zenekar lennénk, ez másképp lenni. Mert jó van, maradjál otthon, majd mi lezsírozzuk a bulit. Megyek, tüzet rakok a kucsarával, és akkor megmosom a boci tőgyét, és akkor megfejem.